Jó estét kívánok, újra jelentkezünk a Boomer lázadással. Ma este is egy érdekes vendéggel beszélgetünk, és egy nagyon érdekes témáról, hiszen a vendégünk Stumpf István, egyetemi tanár, kormánybiztos, akivel a politikai életútjáról, a gondolatairól és a véleményéről fogunk ma beszélgetni. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást! Vele szemben pedig hű kérdezőtársam Stefka István, a Pesti TV programigazgató helyettese. Szia Pista! Hello! Nos, kezdjünk is neki a mai beszélgetésnek, úgyhogy át is adom neked a szót. Nyilvánvaló, hogy nem kerülhető el az a kérdés, ugye vasárnap itt volt a pápa, Ferenc pápa, és találkozott Áder János köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel, és természetesen ugye az 52. eukarisztikus kongresszusnak a záróünnepségén vett részt, és szentmisét tartott, és a külföldi sajtó lekicsinlően írt erről, a hazai balliberális sajtó hasonlóan, mert csak 7 órát volt itt, a Ferenc pápa is már is tovább repült. Kérdezem tőled, mint egykori kancellária minisztert, hogy milyen jelentősége volt, hogy Magyarországra látogatott a pápa, és ez mit mond a jelenlegi kormány külpolitikájáról? Hát ugye a pápa nem mindig szokott részt venni az eukarisztikus kongresszusnak az záróeseményén. Tehát az, hogy eljött Magyarországra, az mindenképpen egy nagyon fontos esemény, és azt jelzi, hogy az összes vita ellenére, hogy milyen kritikák érték a magyar kormányt, a magyar miniszterelnököt, hogy próbálták radikálisan szembeállítani a pápát, a például a migrációs kérdésekben is, hogy majd ezért ki fogja kerülni, és látványosan nem fog olyan gesztusokat tenni a magyar kormánynak, ami azt mutatná, hogy az európai vitákon belül, aminek a lényege a nemzeti identitás megtartásáért és a szuverenitás megtartásáért folyó küzdelem szemben a föderalizációval és a minden feladással. Itt egy nagyon méltóságteljes beszéddel, nagyon elegánsan azt gondolom, hogy méltányolta azt a szeretetet, ami egyébként a pápát övezte az idejövetel ellen, annak ellenére, hogy azért a sajtóban mindenféle kritikák is elhangzottak a pápának a policiával, a politikájával kapcsolatban. Szerintem az üzenete és a végkifejlete egyértelműen az volt, hogy ez a pápa látogatás ez Magyarország számára és a magyar kormány számára is egy elismerés. Egy mondat, egy kérés megütötte a fülemet. A miniszterelnök arra kérte a pápát, hogy védje meg a magyar kereszténységet, Magyarország keresztény állam maradjon. Ez egy olyan nagyon furcsa segélykiáltás volt, ezt egy miniszterelnök nem szokott ilyet kérni a pápától, tudva levőleg, hogy gyakorlatilag léket kapott az európai kereszténység, és nagyon nagy baj van Nyugat-Európában, és súlyos dolgok történhetnek. Te hogyan ítéled meg ezt a kérést? Én azt gondolom, hogy ez egy figyelemfelhívás volt arra, hogy az európai kereszténység és európai kultúra megőrzése az napjaink egyik nagyon fontos kérdése, és ebben a pápának minősített felelőssége van. Nagyon érdekes, hogy a Széphalmi diétán, ami 3 hete volt Széphalmon, Várszegi Asztrik volt a vendég, és ott egy érdekes vita volt, éppen a pápa életútjával került szóba, és ő azt mondta, hogy hát a pápának a felszabadítás teóriája alapján és a periféria teóriája alapján most a hangsúly a perifériára helyeződik, és kérdeztem én, hogy na de és mi van a centrummal? Hát kiürülnek az európai templomaink. Nem tudjuk a fiatalok utánpótlását megteremteni, mert bizonyos értelemben az egyház lefagyott számos strukturális kérdésben, tehát az egyháznak a centrumra is figyelni kellene ahhoz, hogy a perifériát meg tudja óvni, hiszen Jézus tanításai, a szegénységvédelme, az elesettek védelme, az egy régi keresztény tanítás, tehát ez nem újdonság. Az újdonság, ami most kihívásként a kereszténységet és Európát is éri, hogy tudjuk megtartani nemzeti identitásukat, az európai kultúrát, a hagyományos, a görög, római, zsidó, keresztény örökséget, hogy tudjuk megőrizni, akkor, amikor azt írják néhányan szerzőként különböző könyvekbe, hogy lehet, hogy 20 év múlva Franciaország kalifátus lesz. Jó, de reménykeltő mindenképpen az, hogy vasárnap pápa látogatáskor több százezeres tömeg kísérte, és figyelte
Ferenc pápát. Ez egy óriási dolog, és nagyon-nagyon sok fiatal volt, tehát remélem, hogy nem vagyunk azért annyira nagy bajban, de egy kicsit kanyarodjunk vissza a múltba. Ugye ténykérdés, hogy Magyarországon a Kádár rendszerben 800 ezer párttag volt. Lehet azt mondani, 800 ezer kommunista, bár tudjuk, hogy nem voltak kommunisták ezek az emberek, néha a karrier miatt kellett belépni a pártba. Azért mégis a rendszerváltáskor dőlt el, hogy ki hová tartozik. Nagyon sok ember megértette a rendszerváltás hívó üzenetét, és lépett. És nagyon sokan ebből a 800 ezer párttagból, vagy máshonnan is, úgy gondolta, hogy a régi eszmeiséget kell követni. Tudva levőleg is ezt soha nem tagadtad, hogy Stumpf István az MSZNP tagja volt, igaz, hogy nem volt különleges beosztásod. Te mégis léptél is méghozzá, nagyon keményen léptél a nemzeti ügy irányába, a változtatás irányába, ez hogyan lehet? Hát úgy, hogy én végigéltem a 80-as éveknek a szocializációját, tehát az ELTE hallgatójaként egy 1300 fős kollégiumban elkezdtünk szakkollégiumot alakítani, és 1981-ben volt egy nagyon fontos mérföldkő. Úgy hívták, hogy Befőtt, Budapesti Egyetemista Főiskolás Találkozó. Akkor az egyetemisták szerettek volna egy önálló szervezetet létrehozni, az volt a neve, hogy FISZ, Független Ifjúsági Szeret, nem politikai szervezetet, hanem egyszerűen érdekvédelmi szervezetet. És ez tulajdonképpen a pártállam, a titkosszolgálatok és a különböző pártaktivisták a Közgazdasági Egyetemen 600 ember leverték. Ez egy mérföldkő volt, mert például a szakkollégista generáció, Orbán Viktor és társai itt döntötték el, hogy tök fölösleges azon gondolkodni, hogy hogy lehet belülről reformálni a rendszert, civil köröket kell építeni, alternatív mozgalmakat kell építeni, és én tulajdonképpen nekem is ez volt egy vízválasztó. Tulajdonképpen majd élére álltál bizonyos szempontból, ugye a Bibó kollégium és minden. Szerintem a aranykora a magyar civil társadalom revitalizációjának az a 80-as évek voltak. Körökkora, így hívta Diczházi Berci barátunk, aki sajnos már nincsen közöttünk, a dialógus csoport, a Dunakör, az alternatív mozgalmak, ezek mind-mind olyan intézmények voltak, amelyek lehetővé tették a rendszerváltás intellektuális előkészítését. És ebben egy nagyon fontos dimenzió volt, a nemzeti dimenzió, amit szerintem Pozsga Imre a maga módján, mint reformer politikus jól képviselt. De a rendszerváltás hajnalán végül is elvált egymástól a dolog, hogy ki az, aki azt gondolja, hogy szabad, tisztességes, plurális Magyarországot kell építenünk piacgazdasággal, azt is tudva, és ezt Antal József mondta, hogy ez egy kamikáze kormány. Azért kamikáze kormány, mert 40 év pártállami örökségét kell magán hordozni, és az emberek nagyon nagy várakozással tekintettek a rendszerváltoztatásra. Nem hitték persze azt, hogy holnap után Kánaán lesz, meg Ausztriát fogjuk utolérni, de azért abban reménykedtek, hogy itt jelentős életszínvonal növekedés lesz, és igen, aztán láttuk, hogy sokan... És nem volt a legvidámabb barak, maradjunk ennyiben, mert amikor ti szervezkedtetek, nagyon sok embert letartóztattak, bevittek a bolondokházába, sokkolták, stb. Tehát azért ez nem volt olyan vidám történet. A Fidesz megalakulása idején a Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsának volt az elnöke. Két helyettese volt, egyrésztről Gyurcsány Ferenc, másrésztről Kövér László. Hogyan lehetett így együtt dolgozni, vagy ki hozta Gyurcsány Ferencet? Méltatlanul elfeledték ezt az első Európa tanács mintájára szervezett nemzeti tanácsot, amelyben 33 szervezet vett részt, és a liberum veto elv alapján működött, tehát csak akkor lehetett elfogadni egy határozatot, hogyha benne mindenki egyetértett. Én sokat küzdöttem azért, többször elmentem, ugye én nem voltam Fidesz tag, MDF alapítótag voltam, de szurkoltam azért, hogy a Fidesz, mint új generációs párt minél nagyobb lehetőséghez jusson a politikába, és azt gondoltam, hogy az ő védettségüket erősíteni tudja az, hogyha a nyilvánosság előtt szerepelnek többet, és ezért elmentem a választmányűlésre, sokszor érveltem amellett, hogy lépjenek be a MISZOT-ba, mint önálló szervezet, mert én azért vállaltam el az elnökséget, mert Diczházi Berci barátom megzsarolt, hogyha nem én vállalom el, akkor a KISZ, a kommunista ifjúsági szervezet utódszervezetei elfoglalják ezt az új nemzeti tanácsot, és végül is ezért vállaltam el, de nem választottak újra,
Egy évre szólt a mandátum, mert a KISZ megvétózta. Gyurcsány ott hogyan viselkedett? Milyen szerepet töltött be? Gyurcsány a saját KISZ szervezetén belül reformer volt, vagy mondhatnám, hogy radikálisan támadta az akkori rendszert, akart is létrehozni egy új szervezetet, ami aztán végül megbukott. Tehát ő hatalmat akart alapvetően. De mindenki, a politikában lévők többsége hatalmat akar. Abban az időben a Gyurcsány valóban a KISZ-en belüliek között, egy karakteres figura volt, ezt még Orbán Viktor is elismerte. Tehát abban az időben ő azt gondolta, hogy a Demisszel egy verseny, úgy hívták a KISZ utódszervezetét, a Demisszel egy versenyképes baloldali szervezetet hoznak. Jó, és közben ugye ellopták a nemzeti vagyont, azért ezt nem Most csak 89-ről beszélünk, a Gyurcsány nagyon érdekes módon, ő nem ment tovább a politikába, hanem tulajdonképpen az ő politikai tőkéjét családi és egyéb segítséggel konvertált a gazdasági tőkévé. És ügyesen... Hát Dobrev Klára segítség, egy apró piroska segítség. Milliárdos lett, de szerintem Gyurcsány megunta a milliárdok gyűjtögetését, és azért tért vissza a politikához a 2002 utáni időszakban, mert úgy gondolta, hogy abban jobban ki tudja élni maga személyiségét. És Kövér László? Laci mindig, hogy is mondjam, ő volt a Fidesznek a vesztaszüze, ő őrizte a lángot, ő az a morálisan keményen tartja magát, és minden helyzetben igazodási pontot teremtő ember volt. Ő volt az, aki végül is kivitte a Fideszt a Miszotból azért, mert akkor nem tudom, hogy emlékszel-e rá, nagy viták folytak arról, hogy a Fidesz ott ülhet-e az ellenzéki kerekasztalnál. És ugye a baloldal azt mondja, hogy hát a Fidesz ott van a Miszotban, akkor miért kell neki ott ülni? És Csurka István volt az, aki kiállt a Fidesz mellett és megvédte, és amikor szóba került, hogy menjen-e a Miszot, mint küldöttség az észak-koreai vitre, világifjúsági találkozóra, és ugye leszavaztak bennünket, akkor azt mondta a Fidesz, hogy ne, ez már nem adja a nevét is. Igen, hát a Fidesz az alapvetően, azt lehet mondani, radikális szervező. Radikális, liberális, anarista szervezet így volt van, az indulásnak. Olyannyira, hogy én akkor ugye a Magyar Rádióban a szolgáltató rovatban a napközben műsort vezettem, és volt nekünk ilyen tacepalvonk, és ott ki volt írva, hogy Fidesszel interjúkat nem csinálunk. Hát ezt tudni kell, ez 88-89, de akkor még senki nem gondolta, hogy itt komolyra fog fordulni a dolog. Na most nagyon sok emberrel dolgoztatok ti együtt a Fidesz szem belül, hiszen neked azért nagyon szoros kapcsolatod volt a jelenlegi, hogy mondjam, kormánypárti vezetőkkel. Kéri László is ott volt, mint tanár. Hogy lett ő ennyire, hogy mondjam, szélső liberális? Miért fordult el ilyen élesen, vagy mi történt vele? A Lacinak elévülhetetlen érdemei vannak a szakkollégium előkészítésében. Tehát ő a Budaörsi úton, tanítgatott bennünket arra, hogy hogyan tanuljunk többet, mint amit a jogi karról lehet tudni. Tehát ő fogadtatta el, hogy ismerjük meg a két világháború közötti magyar történelmet, azt találta ki, hogy vetítsük le a 45-48 közötti tévéhíradókat. Úgyhogy elzarándekultunk a filmintézetbe, elhoztuk ezeket a kazettákat, és esténként megnéztük. Tehát neki pedagógusként hihetetlen szerepe volt, ő már nem vett részt a Bibó kollégium megalakításában, sőt, amikor ott volt, nagyon súlyos konfliktusba keveredett az alapító generációval. Szerintem itt indult el az eltávolodás, meg amikor én beszálltam a kormányba 98-ban, akkor ő már nagyon kritikusan viszonyult ehhez a választáshoz is. Aztán itt a legutolsó, most a kormánybiztosi szerepvállalásomat meg rendkívüli módon vitatta. De ettől, szóval nagyon, ettől függetlenül... Biztos igazad van, de nagyon ellenségesen igen. Viszonyul a jobb oldal, a nemzeti, a keresztény elkötelezettségű pártokkal szemben nagyon ellenséges, ahogy viselkedik. Most természetesen ugye nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a felesége, a Pecsing Mária Zita közgazdász, aki szintén ugye egyértelműen megmutatta és ki is fejezte, hogy ő hova tartozik. De akárhogyan is van, a Laci a barátom még mindig, nem értünk nagyon sok politikai kérdésben egyet vele, de azért rendszeresen szoktunk találkozni, megisszuk a korsósört és az unikumot, és egymás felére olvassuk a legkülönbözőbb dolgokat még mindig. Sőt, én szerintem még a miniszterelnök is hajlandó lenne, mint ahogy a hajlandó. Csak volt. Nagyon kártékony azért, hogyha belegondolunk, rettentő sokat árt az országnak, függetlenül attól, hogy
hogy nem a szellemi képességeit kifogásoljuk. Hát én azt gondolom, hogy ezért majd neki kell elszámolni a tetteivel. Szerintem bizonyos értelemben kevesebbet árt, mint azok, akik alkotmányos lázadásra próbálják buzdítani az embereket azzal, hogy feles törvénnyel lehet majd alkotmányozni. Az szerintem súlyosabb dolog, mint hogyha valaki politikai analíziseket tesz, és a viktoriánus kormány szisztematikusan kritizálja. Igen. Még mielőtt kérdeznénk azért akkor az alkotmányosságról, hiszen ebbe belecsúsztál, ugye ez a miniszterelnöki jelölti vitára gondolsz, a balliberális ellenzék tegnapi miniszterelnöki vitájára gondolsz, ahol ezek a jelöltecskék vagy jelöltek szabályosan lázítanak a jogállamiság ellen, a demokrácia ellen, és ezt a nyugat szemlehunyva és csendesen nézi, a nyugat liberálisai, hogy ez így rendben lenne, hogy eltörölnék a többségi akaratot, mondjuk az alaptörvényt. Szóval azt gondolom, hogy... És mint alkotmánybírót kérdezlek most már, mert több funkciód volt. Igen, ez már elkezdődött 2012-ben, amikor beadtak egy alkotmányjogi panaszt azzal, hogy a kizárólagos hatalomra, gyakorlásra való törekvése a Fidesznek ezekkel a törvényváltoztatásokkal elindult, és miután benne van az alaptörvényben, hogy a kizárólagos hatalomra gyakorlásra való törekvés ellen is fel kell már lépni, azt kérték az Alkotmánybíróságtól, hogy az összes törvényt semmisítse meg. Majd jött Elek Pista barátunk, aki azt mondta, hogy a negyedik alkotmány módosítással, ami lehetetlenné tette azt, hogy az Alkotmánybíróság tartalmilag vizsgálja az alkotmánymódosítások alkotmányosságát, onnantól kezdve minden törvény. Jó, de itt fenyegetőzésről van szó, ez egy más dolog, történet. Ez a súlyosabb dolog. Én azt kérdeztem egyszer, hogy összetalálkoztam Lengyel Lászlóval, hogy most jövök az alaptörvény 10 éves konferenciáról, azt hittem, hogy veled majd a Gyorskocsi utcában fogok találkozni, mert ők éppen akkor publikálták 4-en azt a cikket, amelyik valóban alkotmányos lázításra buzdítja az embereket. Egyszerűen, ha az megvalósulna, amit ők szeretnének, akkor olyan káosz, nem csak alkotmányos káosz, hanem működésbeni káosz is jönne létre Magyarországon, ami senkinek... Na de ez óriási felelősség, és azért ez egy, hogy mondjam, ez az egész rendszerváltás lényegét romba dönteni, tehát hogy újra egy diktatúrát akarnak. De nagyon érdekes, hogy azért nem minden párt vállalja fel, sőt, a liberális jogászok között is számos ember felemelte a kezét és figyelmeztet arra, Hak Pétertől Majtényi Lászlóig, sőt, még Kis Jánostól kezdve mások is figyelmeztetnek arra, hogy ez, hogy figyelmen kívül hagyjuk jogállamot, nem lehet jogállam ellenes módszerekkel megdönteni, mert akkor minden alkalommal arra lehet számítani, hogyha jön egy új politikai hatalom, az akkor romba fogja dönteni azt az építményt, ami egy normális országnak a működését szolgál. De mi lesz, ha ezeket megválasztják? Hát akkor ezek betartják az ígéretüket, akkor tényleg romba dől minden. Nem tudom, figyelted az amerikai elnök választást. John Biden, mikor rákérdeztek arra, hogy szeretné-e emelni a legfelsőbb bíróságnak a létszámát, ami ugye 6-3 arányban a konzervatívok számára kedvezett, akkor soha nem válaszolt erre. Majd átvették a hatalmat, és a képviselőház elfogadott egy törvényt, amelyen 4-jel megemelték volna a legfelsőbb bíróságnak a létszámát, hogy a liberálisok legyenek többségbe. Ezt a képviselőház elfogadta, de kellett hozzá a szenátus 60%-a, de miután ott 50-50 rá a meccs, nem fogadták el, tehát ez a törvény elesett. És mit csináltak? Helyette felállította Biden egy úgynevezett bipartisan bizottságot 36 jogászból, akik javaslatot fognak tenni majd a legfelsőbb bíróság változtatására. Jó, csak ne feledd el, István, ne feledd el, Magyarország az Magyarország. Itt alkotmányozó nemzetgyűlést akarnak összehívni. Ha itt elszabadul a pokol, itt mindig gyilkolnak, gondolunk 1919-re, Rákosi, Kádár korszakra, ez más, mint Amerika. Szerintem is így van, ezért azt gondolom, hogy a józan ésszel gondolkodó emberek ehhez nem adnak felhatalmazást és támogatást, és azok a politikusok, akik azt gondolják, hogy ha netalántán megnyernék a választást, aminek én most nagyon kicsi esélyt adok az ellenzéki oldalról, akkor a feles törvényekkel lehessen alkotmányozni és azzal semmisíteni mindent, és hogy erre szolgál a felhatalmazás a választásokon, az egy óriási tévedés, és az egy politikai hiba. Szerintem el fogják ezzel az ötlettel temetni magukat a politikából.
amikor alkotmánybíró volt, akkor azért sokszor kritizálta a Fideszt azzal, hogy eltérnek az alkotmányosságtól. A Fideszt kritizáltam, hanem hozott a parlament jó néhány döntést, alkotmánymódosítással kapcsolatos, választási eljárással, egyházjoggal kapcsolatos. Az azért az én jogfelfogásomnak sok volt, hogy az egyházügyi törvényt, amelyet folyamatosan vitatott a parlament, a legutolsó pillanatban úgynevezett koherenciát javító, módosító indítvánnyal 3/4 részben kicserélték. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag elvonták a parlamenti képviselőknek azt a jogát, hogy végigvitassák ezt a törvényt, és erre mi azt mondtuk, hogy hát ez közjogilag érvénytelen, aztán persze kis módosítással elfogadta a parlament, de volt számos ilyen ügy a választójoggal kapcsolatban és máshol, ahol én arra tettem esküt alkotmánybíróként, hogy az alaptörvény értékeit megvédem. Az én alkotmányos felfogásom szerint volt néhány pont, amivel szembe ment az aktuális kormányzati akarat. De ezért nem választottak újra alkotmánybíróra? Szerinted, hogy... Lehet, hogy ez is benne volt. Egy kicsit renitens voltam ebben az értelemben, és de kiszámítható. Jó, de a renitenskedésedet azért idézőjelben megbocsátották, mert most kormánybiztos vagy. Hát azt gondolom, hogy... alapértékeket tekintve soha nem tértünk el az alapító generáció. 5 évig együtt szocializálódtunk a Bibó kollégiumban. Az egész jelenlegi kormányzati működés és maga Orbán Viktor sem érthető meg a kora gyerekkori, vagy hát a politikai szocializációja ennek a bibós éveknek, az az 5 év, az rendkívül fontos. Ezek hozzák az oldásokat és kötéseket, és ezek hozzák azt, hogy alapértékeket, a nemzeti függetlenség, a szuverenitás, az identitás, a határváltoztatás nélküli nemzetegyesítés gondolata, a polgári értékek és a vállalkozás tisztelete, ezek mindig összekötnek bennünket, és ezek voltak, amelyek meghatározták például az első Orbán kormánynak is a kulcsvezérfonalát. Azért vállaltam itt szerepet. Kis türelmet kérek szépen, innen folytatjuk, de lejárt az első fél időnk, úgyhogy elmegyünk egy rövid szünetre, ha teltik, tartsanak velünk utána is. Már folytatódik is tovább a Boomer lázadás második fele, továbbra is Tumf Istvánnal és Stefka Istvánnal. Kezdjük a második felét a rendszerváltással. Félrecsúszott a rendszerváltás, és sokak azzal kritizálják, hogy nem is történt meg a rendszerváltás. Ön mit gondol erről? Én azt gondolom, hogy azok a célok, amelyek a rendszerváltoztatás során napirendre kerültek, tehát, hogy egy független Magyarországot építsünk fel, amelyik a nemzeti azonosságát meg tudja tartani, és ugyanakkor versenyképes ország marad, ahhoz az eszközei az első Antal kormánynak nem voltak meg. És végigélve például az alkotmánybíróság szerepével kapcsolatos vitákat, amelyik ugyanezt állítja, hogy a túlzott aktivitásával az alkotmánybíróság, elsősorban a sólyomi aktivitásával félrecsúsztatta a rendszerváltás vonatát, egy mellékvágányra állította. Tehát ugye egy fél mondat csak ebbe, azért is sokan mondják ezt, hogy félrecsúszott, mert a számonkérés elmaradt. Elmaradt a számonkérés, ez egy fontos, tehát a lusztrációs törvény nem tudott átmenni. Másrészt ott volt a halálbüntetéssel kapcsolatos dolog, azzal vádolták a... Hát az igazságtételi törvény. Meg az igazságtételi törvény, igen. Az is elmaradt, tehát megszavazták. Így van, hát az is eléggé. És hogy ebben az alkotmánybíróságnak volt meghatározó szerepe. Én nagyon elmélyedtem ebben a dologban, és van igazság a kritikában, nem kevés, de azért az is világosan látszott, hogy azért a rendszerváltoztatás során az első években már az emberek kiábrándultak a pártokból. Annyi sok minden fűződött a pártokhoz, annyira remélték, hogy egyik pillanatra másikra megváltozik a dolog, és aztán azt látták, hogy a pártok marakodnak, azt is látták, hogy az ellenzék utcára viszi az embereket a taxisbrokád idején, amikor egy legitim megválasztott kormány, legitim megválasztott miniszterelnöke éppen beteg volt. Tehát ez azért nagyon sok defektet hozott, és volt a rendszerváltásnak számos deficitje, legitimációs deficitje, hogy van az, hogy gyakorlatilag a kerekasztal során kialakult törvénytervezeteket egy leköszönő pártállami parlament legitimál. Az első jogállami intézmény volt
a Magyar Alkotmánybíróság, még mielőtt a parlament felállt volna, már az Alkotmánybíróság felállt. Jó, de hát pont az Alkotmánybíróság volt Solyom László vezetésével, amit megakadályozta a valódi fordulatot, hiszen ugye ezek a törvények nem születtek meg, ugyanakkor a számonkérés folyamán ugye nagyon sok olyan ember került vezető pozícióba, régi pártállami vezető, hát gondoljunk akár Horn Gyula Pufajkásra, aki miniszterelnök lett. Tehát ilyen itt Közép-Kelet-Európában nem történt meg. Talán emlékszel rá, hogy amikor a választójogi törvényt próbálták összerakni, akkor nagy félelem volt attól, hogy hát annyira nagy túlsúlya van a 800 ezres tagsággal és hihetetlen nagy infrastruktúrális média és gazdasági túlsúlya rendelkező később MSZP-nek, hogy ezt valamilyen módon meg kell akadályozni, ezért hoztak számos kétharmados törvényt, szinte minden fontos törvény kétharmados volt, és ott állt Antal József a választások után a nyugodt erő szimbólum, hogy hát így nem lehet kormányozni. És akkor ugye a másik nagyon erős kritika, hogy az az alku, amit köttettek, az Antal és a Tölgyesi Paktum, az gyakorlatilag lehetővé tette azt az ellenzéknek, hogy ő jelöljön köztársasági elnököt annak fejében, hogy a konstruktív bizalmatlanság indítvány bevezessék, ami stabilizálta a miniszterelnök szerepét, és radikálisan csökkentsék a kétharmados törvényeknek a számát, ez a kormányozhatóság feltétele volt. Tehát Antal József gúzsba kötve táncolt. Hát a demokrácia építés nem könnyű. Erről ez ennyit lehet mondani. És a szocialisták 33 képviselőt tudtak, amikor mindenki azt gondolta, hogy majd ők fogják dominálni, vagy legalábbis sokkal nagyobb erővel lesznek jelen. Az a Fidesz, amelyik egyébként még akkor is talán a 35 éves korhatárt tartotta, bejött a parlamentbe úgy, hogy egyébként az SZDSZ nem szerette volna, hogy egy másik, akkor még liberális párt. Mert akkor már egy átalakuló Fidesz volt, belül már, későbben, de már átalakuló. A konfliktus már itt jelentkezett, mert ugye akkor arról volt szó, hogy nem indítanak egymás ellen nagy neveket, aztán Orbán Viktor azért jött haza Oxfordból, hogy beleálljon a kampányba, és megmutassa a Fidesz önálló arcát, azt hiszem az volt a szlogen, ha unod a banánt, válaszd a narancsot. Hogyha már Orbán Viktornál járunk, ön ugye az első Orbán kormánynak 98-tól a kancellária minisztere volt. Lehetett-e látni 2002-ben a Fidesznek a bukását már előre? A Fidesznek, illetőleg a kormánynak a bukását egyáltalában nem lehetett látni. Mindenki arra számított, hogy ha nem is zeneszóval, de a Fidesz megnyeri, a koalíció megnyeri. Az utolsó pillanatig azt hittük, hogy azért, nyerni mert például fog a kormányzati, folyamatosan mértük a kormányzati teljesítményt. És én tudom, hogy nem kell túlbecsülni a közvéleménykutatásokat, de több intézet mérte, és a legjobb teljesítmény értékeléseket pont 2002-ben kaptuk. Jó, de nem volt itt egy nagy átverés? Nem volt, súlyos hiba volt szerintem a Fidesz kampányában. Gondolj bele, 11 ezer választó szavazókör van. 11 ezer szavazókörben a Fidesz 5 ezerben nem állított képviselőt. Nem tudjuk, hogy mi történt a másik 5 ezerben. Nem vette igazán komolyan a verberizmust. Mi volt a verberizmus? Az volt, feltérképezték a választókörök. Ez a bal oldalon volt. Ő volt a kampányfőnöke a szocialistáknak, igen. És szisztematikusan feltérképezték az egyes választókörzeteket, és mozgósították még a választás napján is, ami akkor a választójogi törvény ellenes volt. Nem jó, véletlenül verültek fel. Egyik ugye a Werber, bal oldalon, aki ugye Izraelből jött, ha jól tudom, igen. És a jobb oldalon volt a Wermer. Igen. Az Andris, akkor Wermer nem jól dolgozott? Nem jól dolgozott. Az Andris egy nagy tehetségű fiú volt. Én szerintem a tudása is alkalmas volt arra, hogy megújítsa a kommunikációját a Fidesznek, csak szerintem ő nem figyelt arra, hogy a terepen való mozgásnak milyen jelentősége van, hogy mozgósítani kell az embereket. Tehát legnagyobb tanúság, amit levont a Fidesz a 2002-es vereségből az az, hogy a terepmunkát nem lehet megspórolni. Ügyelni kell arra, hogy az embereket a választás napján elvigyék az urnákhoz. Tehát ennek a különböző technikáit dolgoztak ki, de most nem erről akarok beszélni. Tehát mindegy, hogy ki milyen rangban van mondjuk a Fideszen belül dolgozni. Így kell. Van. Különben és a Wermer Andrés meg úgy gondolta, hogy ha a magyar nemzetben emlékez vissza, minden héten jött egy oldalnyi szöveg, amelyben elmagyarázta, hogy a kormány milyen nagyszerűen teljesített az elmúlt 4 évben, amit elég. Az emberek többsége nem nagyon olvasott el. Közben a szocialisták meg azt mondták, hogy 50%-os emlékez, megyesi 50%-os béremelés.
emelés, jóléti rendszerváltást ígért, és amikor mind a Pokorni, mind pedig a Kövér azt kérte számon a kampány tímen a Fideszben, hogy a gyerekek, hát miért nem mondunk valami konkrétumot, és akkor mondta, hát itt vannak a hirdetések, tehát a hirdetések kevesek. Igen, de itt egy érdekes dolog van, hogy itt azzal, hogy ugye most is közel vagyunk a választáshoz, hogy a gyakorlatban ilyen kormányzás az elmúlt 50-60-70 évben nem volt, hogy ilyen szociális hálót nem épített ki senki, mint a Fidesz. A családok, az munkahelyek létesítése, ezer-ezer dolgot, amit föl lehetne sorolni, nem érdemes. A félő itt megint csak az, mert ilyeneket lehet hallani, hogy az emberek szidják a kormányzatot, szidják Orbán Viktort, mindenfajta jelzőket aglatnak rá, közben igénybe veszik a különböző járulékokat, a csókot, a családvédelmet, a mindent mindenten. Mit szólsz, hogy most hogy kellene fölkészülni? Egyáltalán lehet-e fölkészülni? Az antiviktoriánizmus, tehát a Viktor ellenesség, az azóta, mióta a Fidesz kormányon volt 98-ban, egy nagyon masszív jellemzője a baloldalnak, és ezzel megspórolják azt, hogy igazán elemeznék azt a helyzetet, amibe kerültek, például azt a teljesítményt, amely az elmúlt 12 évben az Orbán Viktor kormánya, tehát például azokat a szociális előrehaladásokat, amik ott vannak, de ez azt jelenti, hogy ha csak ellenségképre akarják építeni a kampányukat, tudnak mozgósítani egy viszonylag jelentős garnitúrát, de ezzel nem fogják tudni megnyerni a választást. Én úgy gondolom, hogy a választás három tényező fogja eldönteni, hogy jövünk ki a Covid-ból, tehát az emberek valóban úgy fogják-e érezni, hogy ez a kormány mindent megtett annak érdekében, hogy a válság következményeit az sikeresen kezelje és próbálja az embereknek lehetőséget adni, és a gazdaság újraindítását elindítani. A másik a kormányzó képesség megítélése, szerintem ebben az ellenzék sehol nincsen. A harmadik pedig a korrupció, illetve az értékeknek a devalválódása. Ebben rosszul áll a Fidesz, de az első kettőben jól áll, akkor szerintem 53,2%-kal megnyeri a választást. Igen, egy rövid kérdés, és itt azt lehet látni az elmúlt ugye lassan 12 évben, hogy amivel támadják nyugatról és belülről a Fidesz-KDNP-s kormányzás, ez a jogállamiság. És ezt sikerrel csinálják, holott nincs igazuk. Itt van, hogy te azt nyilatkoztad, hogy mint alkotmánybíróként is nyilatkoztad, mint volt alkotmánybíró, igenis a gyermekvédelmi törvény korrekt, elfogadható. Közben emiatt nem kapjuk meg az Európai Uniótól a járt pénzeket, támogatási pénzt. Hát még ugye nincsen erről döntés, csak elhalasztották a két hónappal azt, hogy megítélik-e ezeket a fejlesztési támogatásokat, ami hát azért többször elmondta a magyar kormány is, hogy ez nem adomány, hanem ez tulajdonképpen mint befizető tagállamnak jár. Tehát én úgy gondolom, hogy a jogállamiság vita alatt szerintem egy olyan politikai vita folyik, amelyik életfelfogásokról, nemzetstratégiai különbségekről és Európa jövőjéről is szól. Tehát egy rejtett, lopakodó föderalizmus van, amit az Európai Uniós bürokrácia, nem feltétlenül a választott szervekről beszélek, Pokol Béla szokott mindig jurisztokráciáról beszélni, eurokráciáról, amelyik átvette a hatalmat a ténylegesen döntéshozók között, és ebben abszolút túlsúlya és meghatározó befolyása van. Tehát mindegy, hogy komcsik vezetnek, vagy liberálisok, vagy pedig jobboldaliak, az a lényeg, hogy soroljanak be a föderalizmusba, az Európai Igen, Egyesült és Államokba. Ez ellen folytat szabadságküzdelmet Lengyelország, Magyarország, a V4-ek jó néhány, mert fontos számukra a kultúra, és például a lakosság cserével, vagy azzal, hogy kötelező kvótarendszerre ide telepítenének olyan embereket, akik teljesen megváltoztatnák a magyar nemzet összetételét, az mindenhol egy adott nemzet kompetenciája, hogy kit fogad állampolgárává és kit fogad be. Tehát én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban a szuverenitás, a
szuverén felfoglásé és a föderalizáció nagy harca jön. Ez másként lefordítva az európai jog és a nemzeti alkotmányok ütközését jelenti. Nem véletlen, hogy a Német Alkotmánybíróság meg a Lengyel Alkotmánybíróság ebben a konfliktusban már kimondta, hogy az utolsó szót az európai jog és a nemzeti alkotmányok ütközésében a tagállami alkotmánybíróság mondja ki. Ezért tartottam, én tartom most is nagyon fontosnak az alkotmánybíróság szerepét. De akkor ezek alapján nincsen veszélyben a demokrácia? Én úgy gondolom, hogy persze, mindenhol vannak olyan túlfutások, túlcsapongások, hedonista kicsapongások, amelyek időnként veszélyeztetik, meg aláshatják, de Magyarországon nem rosszabb a demokrácia helyzete, mint a többi közép-európai országban, vagy akár a franciáknál. Akkor térjünk rá a jelenlegi beosztásodhoz, aminek a kormánybiztosa vagy. Ugye egyfajta modellváltás kezdődött el a felsőoktatásban. Sokan kritizálják, mert azt mondják, hogy ezekben az alapítványi kuratóriumokban Fidesz pártiak vannak, és hogy nem függetlenek. Te hogyan látod, aki ebben benne vagy? Én úgy látom, hogy ez egy nagy lehetőséget biztosít az egyetemek számára, ahhoz, hogy sokkal autonómabban, gazdasági értelemben, szervezeti értelemben, és szerintem még tudományos szakmai értelemben is autonómabban mozogjanak. A korábbi arctalan bürokráciát, amit a kormányzat képvisel, az felváltja egy olyan öttagú kuratórium, amelyik személyesen visel felelősséget azért, hogy merre megy az adott egyetem. Ezek mindegyike a kuratóriumban lévő emberek, mindegyike kötődik az adott egyetemhez, és ugyanakkor persze vannak közöttük politikusok, de akadémikusok, professzorok, vállalkozók, ez a 105 ember, nagyon érdekes látleletét mutatja a magyar társadalomnak. De ez akkor nem igaz, hogy kisajátítja a Fidesz a egyetemi vezetést? De nem tudja kisajátítani. Hát, aki egy kicsit ismeri belülről az egyetemeknek a működését, azt tapasztalta, hogy az elmúlt 30 évben az egyetemek minden reformot megettek. Tehát olyan megalvadt struktúrák jöttek létre, amelyek nem a teljesítményben voltak érdekeltek, hanem sok esetben a teljesítmény visszatartásban. És ez nem kicsinyíti azoknak a szigeteknek az értékét, ahol Nobel-díj esélyes kutatások folynak, meg azoknak a professzoroknak, tanársegédeknek a munkáját, akik tehetséges diákokat ilyen alacsony fizetés mellett menedzselnek. Azt akarja elérni a kormány, soha nem rátott pénz megy a felsőoktatásban. Jövőre kétszeres felsőoktatási finanszírozás megy, csak azon az ágon, amelyik a teljesítmény alapú finanszírozást jelenti. Mindenféle fejlesztési pénzeket próbál ide összpontosítani a kormányzat. Tehát szerintem soha nem látott mértékű esély kínálkozik a felsőoktatásban, amelyik pluralizált 21 úgynevezett modellváltó egyetem van, van 12 magánegyetem, van 24 egyházi fenntartású, és marad 6, ami állami fenntartásban van. Ezek versenyezni fognak egymással, csökken a fiatalok létszáma. Nem lesz egyszerű a tehetséges hallgatókat egyetemekre vonzani. Ezért már szerintem most elkezdték az egyetemek a középiskolákban kampányolni, hogy hozzánk gyertek. Olyan speciális lehetőségeket, oktatási panelt kínálni, amelyik vonzóvá teszi az adott egyetemet. És mi ott a zöldmezős beruházással, Sárospatakon, a Tokaj-hegyalja Egyetem létrehozásával is olyan tudásközpontot akarunk Zemplénben és Tokajban csinálni, mert ott tartja az embereket a régióban. Hát ez egy nagyon fontos, ez egyértelmű. Te nyilatkoztad éppen akkor, amikor kormánybiztosként kineveztek, hogy nem szeretnéd a háborús terület lenne az oktatás, de ez csak kívánalom. De én úgy látom, hogy azért ahhoz képest, ahogyan itt február 1-én indult, meg ahogyan úgy látszott, hogy majd ez ellen mindenki lázadozni fog, szerintem az átalakulás augusztus 1-ével megtörtént, a 21 egyetem most már egy új modellben működik, most zárulnak le a tárgyalások, a finanszírozásra, most fogják aláírni az egyetemek, most jön a finom hangolás, a neheze a munkának. Ez a színművészeti például az lenyugodott, a színművészeti egyetem? Színművészeti nem fog lenyugodni, mert az egy láthatóan durva politikai kultúrharcnak a terep volt, tehát ott a liberális értelmiség azt akarta bebizonyítani, hogy itt az egész modellváltás az egy értelmetlen és az egy centralizált hatalomátvételi kísérlet. Majd ki fog derülni, hogy az új SFE a maga infrastruktúrális adottságaival, tanáraival, nemzetközi hírű tanáraival vonzóbb lesz-e, mint a itten különböző helyekre széttagolt osztályok, akik most hirtelen bejelentik. De meddig tartható az, hogy a baloldal csak a tagadásban lát jövőt. Tehát meddig tartható, hogy mindenre
azt mondja, hogy nem a Nolo olimpiától kezdve a egyetemi átalakításon, a gazdasági fejlesztésen keresztül. A választópolgárok, az egyszerű emberek is érzékelik, hogy hát nem elég tagadni, meg nem elég Orbán Viktort szidalmazni, hanem meg kéne mondani, hogy milyen irányba akarunk kormányozni, és erre nem az a válasz, hogy akkor majd egy feles törvénnyel elsöpörjük az eddigi alkotmányos rendet, és helyette majd állítunk mi valamit, amit nem tudunk, hogy micsoda, meg hogy néz ki. A Dobrev Klára nagy hangon ugye hirdeti, hogy már pedig eltörlik az alaptörvény. Na, de majd kíváncsi vagyok, hogy ennek mekkora támogatása lesz már a saját táborán belül is. Én úgy gondolom, hogy akkor fognak majd ráébredni arra, hogy ez a fajta baloldali stratégia nem működik. Erről egyébként már az életisirodalom hasábján is cikkeznek, amikor elveszítik a 2022-es választást, és mindazok az ígéretek, amiket elhangzottak, azok nem jönnek be, és újra a Fidesz alakíthat kormányt. Igaz, hogy valószínűleg nem lesz kétharmada, tehát meg kell néhány dologban állapodni, és ott azokkal az erőkkel fog tudni együttműködni a Fidesz, akik nem csak a tagadásból építik a stratégiájukat. Igen, szóval ez egy érdekes dolog, tehát amit mondasz, ezek szerint a jelenlegi helyzetben, ugye zajlik ez az előválasztás, ugyanakkor a kormány nem tesz más, mint hogy ezerrel próbálja azokat a stratégiai feladatokat megoldani, amik még nagyon fontosabb, tehát a költségvetés, a munkahelyteremtés, a további építkezés a fiataloknak. Tehát te hogyan látod, hogy így ez az előválasztás és a kormánynak, mert kormány még egyelőre, és egyáltalán a jobb oldal még egyelőre nem csinál propagandát, nincsenek veszélye, hogy nem készül fel a választásra? Láthatóan, mert nyilván fölkészül, csak nem láthatóan. Hát szerintem elindul a parlamenti szezon, a Fidesz a hét közepén tartja a frakció nyitóülését, és világossá tette a miniszterelnök is, hogy a kormányzás mellett neki személyesen is erősen koncentrálnia kell a választásokra. A 2002-es választási vereségnek egy fontos dolog volt, hogy az akkori választási stratégiák azt mondták, hogy a miniszterelnöknek csak a végén kell bekapcsolódni a kampányban. És akkor, amikor egy rendszer egyébként köré van felépítve, és ő a végén kapcsolódik be, az nagy hiányérzetet okoz, ez is hozzájárult az akkori vereséghez. Szerintem most nagyon sok mindent megtanult a Fidesz abból, hogy hogyan lehet a választásokon sikeresen szerepelni, és én úgy gondolom, hogy nem késett még el. Valóban ez az aktivitási hullám, amelyeket elindított ez az előválasztás, ez megpróbálja mobilizálni a baloldali liberális szavazókat, de úgy gondolom, hogy a Fidesz is meg fogja találni azt az eszközt, amivel a saját szavazótáborát mobilizálni tudja. Tudod, mi tetszik nagyon sok embernek a Fideszben? Hogy a Fidesz nem csak Magyarországban gondolkodik, hanem Közép-Európában, Kárpát-medencében, tehát mi a véleményed arról, hogy ezt nem egyszer mondta Orbán Viktor, és nem először volt erről szó, hogy tulajdonképpen a kereszténység jelen pillanatban Közép-Európában lehetséges megvédeni és megerősíteni a kereszténységet. Tehát ennyire nagy baj van nyugaton? Hogy... Ennyire nagy baj van. A Köcsei beszédében is utalt már arra a geopolitikai világváltozásokra és a választások fontosságára, meg most a Matthias Corvinus kollégium tanévnyitóján, ahol a nemzeti hivatásról beszélt. Én nagyon bízom benne, a küldetésről, a hivatástudásról. És nagyon bízom benne, hogy a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetem tanévnyitóján ezt megkoronázza azzal, hogy ezek a városok, mint például Sárospatak, Pápa, amik a Debrecenek a nemzeti örökség és identitásnak a fontos hordozói, azok miért kell, hogy kitüntetett szerepet vállaljanak abban, hogy átadják a generációról generációra azt a tradíciót, ami a magyarokat magyarnak megtartotta, a nyelvet, a hitet, a kultúrát és a földhöz való kötöttséget. Elhangzott az Istvántól egy olyan jóslás, hogy a Fidesz 53,2%-kal fog nyerni jövő áprilisban. Erre vissza fogunk térni, akkor is várjuk szeretettel, és reméljük, hogy erről fogunk tudni beszélgetni. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a beszélgetést. Ennyi volt már a Boomer lázadás. Jövő héten fogunk újra találkozni. Tartsanak akkor is velünk. Jó éjszakát, viszontlátásra!